szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát így igaz, a 2022-es év az sokkal szabadabb volt már, mint hát jobban tudtunk járni, nyilvánosabban ki lehetett menni, rendezvényeket lehetett szervezni, és ez azért kicsit úgy éreztem, és azt láttam, hogy az embereknek a szívét, lelkét egy kicsit megkönnyítette. Hú, igen, túl vagyunk egy ilyen nehéz időszakon. És azt is láttam, hogy nagyon sokan azért, mind a mellett, hogy túl vagyunk ezen az időszakon, visszafogottabbak lettek. Főleg az idősebb korosztály olyan programokon, amelyen kimondottan időseknek volt, mégis külön meg kellett szólítani őket, hogy gyertek, vagy tessenek jönni, mert igen, kimondottan önöknek szól, és volt, aki húzódozott, vagy gondolkozott azon. Nagyon rossz volt az emberiségre ez a két év. És hát, hogy mit is csináltunk ez alatt az év alatt, két nagy csoportba sorolnám a munkálatainkat. Az egyik, amit saját pénzből tudtunk megcsinálni, saját költségvetésből. Itt elmondhatom, hogy csináltunk a 450-460 négyzetméter járdát, 5,5 kilométer mezei utat. Ez kimondottan saját költségvetésből. Valamikor eldöntöttük, hogy a főút melletti részen a járdákat évente sokat nem tudunk, mert nekünk is úgy vannak, hogy a projektekhez hozzá kell tenni az önrészt is, amellett még a fejlesztésre kiszorított pénzből tudjuk ezeket csinálni, de hát az idei költségvetésünkkel úgy indultunk neki, hogy azt mondtam, hogy az egyik legjobb, amióta polgármester vagyok. Hát évvégére nem ez lett. Évvégére látszott az, hogy nagyon elment mindennek az ára, hogy azt veszük, hogy évelején 4-5 lej volt, ha jól emlékszek, egy liter üzemanyag, 4-5 lej között, most már 8 körül van, tehát gyakorlatilag majdnem a duplája. Hát ez azért meglátszik minden termékben is, ez meglátszott a költségvetésünknél is, hogy azért mégse az a nagyon szép, nagyon jó költségvetéssel tudunk zárni, de ez olyan 20 millió körül van most jelen pillanatban Ditónak a költségvetése. Viszont a jó dolog az, hogy elég tudtunk készíteni rengeteg olyan projektet, amelyet a következő években kell majd kifutassunk. Amellett persze, hogyha visszatérnék a második csoportra, az első, amit mondottam az önrészből, a második a pályázatainkat. Két nagy pályázatot tudtunk lezárni, és számomra ez büszkeség is, hogy a két iskolát, az Orrotvá Általános Iskolát, Erős Zsolt Általános Iskolát be tudtuk fejezni, és át tudtuk költöztetni a régi bentlakásba a Puskás Tivadar szakközép liceumot, és hát adtunk egy olyan funkciót egy olyan épületnek, amely éveken keresztül üres volt, nem volt semmilyen desztinációja. Adtunk egy desztinációt, egy funkciót neki, most ott az iskola nagyon szép lett, nagyon jó lett, és tényleg egyik büszkeségünk éppenséggel, hogy a földszinten ott van a konyha, ahol a gyerekek tanulhatják a szakács mesterséget. Természetesen ugyanígy az Orrotvá Általános Iskolára is egy kicsit visszatérve, nagyon rég, tehát 1957-ben épült az iskola, 68-ban ráépítették az emeletet, kisebb-nagyobb javítások voltak az iskolán, de ekkora felújítás nem volt. És itt megkapta az Erős Zsolt nevet is, hiszen Erős Zsoltot járt valamikor iskolába Orrotván. Az előbb említettem, hogy kellnek rengeteg önrész. Tehát az idén el tudtunk készíteni, ez egy, úgy is mondhatnánk, egy harmadik nagy, hát megvalósulás, még nem megvalósulás, mert nem látszik, de rengeteg pályázatot le tudtunk tenni, és jelen pillanatban 9 futó pályázatunk van, amely nyertes. És ez nagyon fontos, mert azért, hogyha minden pályázatnál, hát csak 1 millió lej önrészt vegyünk, akkor is egy óriási, akkora összeg, amely gyakorlatilag a fél éves költségvetésünk összbe, amit nem is tudnánk kitenni, hogy lesz pontosan a jövőben az önrészekkel, ez még a jövő kérdése, de hát majd kihúzzuk valahogy. És itt fel is sorolnám, hogy melyek azok a 9 futó projektünk, 4 kötődik iskolához, van egy sportbázis, amely most van licit alatt, valamilyenkor jövőben remélhetőleg munka lesz ott, óvoda, bölcséde, napközi építés, amely szintén most van abban a fázisban, hogy a télen licitre kerül, és építés lesz. Azon kívül a Siklódi Lőrinc Általános Iskola, ahonnan kiköltözött a Puskás Tivadar, és mellette a Siklódit most egybe egy nagy Siklódi Lőrinc Általános Iskolává szeretnénk ezt úgymond építeni, alakítani. Erre most folyik a tervezés, és ugyanakkor a több egyszer futunk neki a Csibi Andor Általános Iskolának, ez a felszegi iskola, és remélem most már sikerül, itt is megnyertük a pályázatot, itt is tervezés alatt van.
Azon kívül nagy áttörés, meg tudtuk nyerni a tömbház szigeteléses programot. Mind a 10 tömbházat leszigeteljük, remélhetőleg szintén tavasszal, nyár elején, nyár közepén valamilyenkor fogunk tudni nekifogni a munkálatoknak. Nyilván minden attól függ, hogy a tervezés után a licitek hogy bonyolodnak, ott vannak kötelező kivárási idők, hogy tudjuk ezeket bonyolítani, és ennek függvényében tudjuk majd a munkálatokat indítani. Ugyanakkor megnyertük a polgármester hivatalnak a teljes felújítását. Ez egy érdekes, mert egy nagyon szép épület, és szeretnénk meghagyni az eredeti állapotában, mármint hogy kinézésbe, formára, viszont néhány újítást is beteszünk. Szeretném, hogyha tudnánk a napelem részt építeni hozzá a tetejére, rátesszük a napelemeket, oldalához liftet csatolunk, hogy tudjanak a mozgássérültek, esetleg idősek, betegek feljönni az emeletre, mert az egész ügyintézés a Detroit hivatalnál majdnem minden az emeleten van, és ehhez fel kell jönni, és ezt szeretnénk megcsinálni. Egy másik nagyon fontos, és azt gondolom, hogy Detroitban egy szintén nagy áttörés. Megnyertünk egy 20 millió értéket az Angyalszárnyi programba, amelyhez hozzáteszünk még 1 millió lej önrészt, és 24 utcát fogunk tudni itt leaszfaltozni ez Detroitban. Ez két nagy utca kivételével, a testvériség és a hosszú utca kivételével, amelyek nem utcák, hanem községi utak is. Máshova tettük le a pályázatot, ott még nincs eredmény. Ennek az utcának a kivételével majdnem minden utca, talán még néhány zsákutcát említenék, amely nem lesz leaszfaltozva, a többi minden le lesz Detroitban is aszfaltozva. Ugyanakkor mezei út. Az előbb említettem, hogy önrészből nagyon sok mezei utat építettünk, tehát a tavaly is már és az idén is. Ezt azért is tartom fontosnak itt meg elmondani, mert minden egyes ciklusban 4 év után valamilyenkor csináltatunk mindig egy felmérést, egy szociológiai felmérést a faluba, amely teljesen név nélkül jön ki, hogy mivel vannak az emberek megelégedve és mivel nem. És így gyakorlatilag az egyik elégtelenség az emberek részéről az volt, hogy a mezei útjaink azok eléggé rossz állapotban vannak. És most sikerült. Tavaly is több kilométer utat tudtunk csinálni, az idén is több mint 5 kilométeret tudtunk csinálni, és megnyertünk egy Európai Uniós pályázatot, amely a Fehérpatak, így mondva Fehérpatak mellett több mint 4 kilométeret fog haladni egy utca, és azon kívül Gyergyószent Miklósról bejövet, a benzinkúton kívülről balról lemegyünk a régi gyárig, szintén egy mezei út, és ezekre az utakra most már próbáljuk önrészből a merőleges utakot megcsinálni, hogy mikor az kész lesz, akkor legyen egy teljes hálózatunk, mert az 578-as út mentén előbb-utóbb le fogják tiltani a nehéz, lassú járműveket, traktorokat, mezőgazdaságépeket, és legyen alternatíva így az embereknek, hogy tudjanak kikerülni a főutat. Tehát itt a mezei utas pályázatunk, ez a 8., és egy 9. projekt, amely Orotvát érinti. Itt az orotvai víztározót szeretnénk, vagy vízhálózatot szeretnénk egy kicsit bővíteni, és a tilalmas részre is víztározót építeni, mivel ez egy gravitációs rendszer, és a halaságról fentről, ahogy lejönne víz, kijön a tilalmas a másik hegyre, ott ha véletlenül van egy csőszakadás valahol, akkor abban a pillanatban a tilalmasi rész víz nélkül marad. És ott 71 néhány család van. Most ezt úgy meg tudjuk csinálni, hogy ide is építünk egy 100 köbméteres tartályt, és egy csőszakadás esetén is több nap, akár több hétre elegendő vízzel lesz itt a lakosságnak. Tehát ezek azok a pályázatok, amelyekkel azt gondolom, hogy az elkövetkező, talán 2-3 évben is dolgozni kell, mert azt szeretnénk, hogy nagyon gyorsan, igen, lássuk azt, hogy jövőben, igen, elindul 23-ban egy olyan nagy fejlődés, ami mind a 9-et tudjuk, de ez majdnem fizikai lehetetlenség egyszerre mindent csinálni, de én remélem, hogy jól tudunk dolgozni, a tanácstestülettel tényleg minden rendben van, nagyon operatívak, hogyha kell az én kollégáim itt bent szintén, és nincs ezzel probléma, hogy a papírmunka vagy valami hasonló akadály lenne. Nyilván itt ki kell várni bizonyos időket, hogy jönnek a pénzek, és ennek függvényében majd tudjuk ezeket a fejlesztéseket a jövőbe folytatni, dolgozni. Ezek a pályázatoknak a kifutási ideje, ez nyilván változó. A 9 pályázatból majdnem 9-nek más-más időtartam. A legrövidebb is 2024 év vége.
Én remélem, hogy akkora meg lesz. A többi tolódik attól függően, például egy európai uniós pályázatot 3 évig is lehet. Remélem, hogy nem kell 3 évig, mert az 7-8 km mezőutat meg tudunk csinálni sokkal hamarabb. Itt inkább az önrészsel lesz problémánk, hogy hogy tudjuk az önrészt kitenni, mert 700 ezer eurót nyertünk, és még vagy 400-at hozzá kell tenni. Most ezt, hogyha 5-tel megszorozzuk, az sima 2 millió lej. Azt is, és ez csak az egy pályázat is, ott a 9 mellett még ott mindegyiknek minimum 1-2 millió önrész van. Voltunk olyan nehéz helyzetben, hogy felvettünk kölcsönt, végül is megoldódott, nem kellett a kölcsön felvegyük, tehát jelen pillanatban a Ditrónak nincsen semmilyen ilyen tartozása a kölcsön, vagy hasonló. Az annyi tartozásaink vannak, hogyha valaki cégnek valamit elcsúsztattunk, vagy véletlenül, de inkább azért nem volt pont pénzünk is, nem tudtuk pont kifizetni időbe. Nagyon kevés van ilyen, nincsen ilyen tartozásaink. Igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy abban az évben, amit megcsináltattunk, azt valahogy tudjuk ki is fizetni. Sajnos azt látom, hogy ez az autópálya, ez úgy görgetnek maguk előtt egy nagy hengert, és azzal lehengerelnek mindent. Semmilyen igényünköt, mondjuk a község részéről nem vettek figyelembe. Megváltoztatták a törvényt olyan irányba, hogy mostanig, hogyha valakinek a kisajátítási érték nem tetszett és perbe ment, ezzel tudta hátráltatni a projektet, mert ameddig a per le nem zárult, a projekt nem folytathatódott. Kivették ezt a részt, hiába nem elégedett valaki a kisajátítási értékkel, perbe megy, az rendben van, de attól a munkálatok folynak tovább. Tehát gyakorlatilag megvan a nyomvonal, tegnap előtt volt itt pont nálam egy a minisztériumból az úriember, aki azt mondta, hogy maximálisan 150 métert tudjuk tolni a strádának a nyomvonalát tervezési fázisba. Na most ezt is meg ki fogjuk használni, mert van 2 pont, ahol nagyon közel jön a faluhoz. Az egyik a temető, a másik a felszegérés a Kőrösi Csoma Sándornál. Hogyha ott is 100-150 métert el tudjuk tolni, az már sokat segít rajtunk, mert hát a temetőnél van a legközelebb, ott 70 méterre van a stráda kisajátítási, mondjuk úgy határ és a temető határa. A stráda több 100-200 méterrel lesz a temetőtől, plusz ezt még, hogyha 100 méterrel arrább tudjuk tolni, akkor ez már úgy, azt mondom, hogy úgy rendben van. De hát az országos infrastruktúrának, vagy az infrastruktúra építésnek nem lehet ellenállni. Tehát ez egy országos érdek, vagy nem is országos, talán is mondanám, nemzetközi érdek, mert kelet-nyugat irányban nincsen stráda, jelen pillanatban Romániát, ami átszelni. Jó az, hogy itt lesz. Viszont ugyanakkor nekünk sok jó dolgot is hoz, de ugyanakkor sok minden rosszat is hoz ez a stráda. 2022-re kimondottan ilyen felmérésünk nincs, de tudok nagyon sokat nyilván hivatalos felmérésként készítettünk. Igen, az előbb említette a virágos program, vagy akár a gyümölcsfa programot, ezek úgy értékeltem, hogy nagyon fontos, elindítottuk a tavaly előtt ezeket is, ezt vinni fogjuk tovább is, mert én úgy gondolom, hogy az emberek ezt értékelik. Nem csak az, hogy na most Isten, na a polgármester mit csinál, de egyáltalán a falu szépítés is. Az úgy mindenki büszke arra, hogy igen, kitettem a kerítésemre is, ott szép volt, vagy gyümölcsfáimat elütettem is, ma olyan is van, aki tudok, hogy már leszedett kört itt azokról a gyümölcsfákról. Igaz, hogy még az első egy-két gyümölcs, de azt, amit az községtől kapott ajándékba. Nyilván a legnagyobb, hát úgy mondanám, hogy a legjobban értékelt mostanig a gazdák részéről a mezei utak voltak. Én ezt a visszajelzést, hogyha azt mondanák a feedback, akkor ez jött vissza, hogy értékelik a gazdák azt az erőfeszítéseinket, amivel mezei utakat javítottunk. Hát csak az idén az 5,5 kilométer, tehát pontosan azokat az utcákat próbáljuk javítani, ami a legforgalmasabbak, a legintenzívebben használt utak, hogy tudjuk elkerülni a főutakot. 2023-ra készülve én úgy látom, hogy tovább kell vinni azt a lendületet, amit 2022, tehát a 20-21 után beindult a nagy lendülettel a községfejlesztés, a község élet, közösség élet, és ezt szeretnénk, ezt a lendületet továbbvinni, továbbadni 2023-ra is, hiszen Ditróban egy olyan társadalom, egy olyan ditrói ember él, aki szereti a faluját. Ha csak azt mondom példának, hogy naponta most van éppen az ablakvadászat, és több száz ember végigmegy a könyvtárosnál által kitett kis versike után,
És hadd mondjam el, hogy olyan ember is volt is személy szerint én is, aki visszaolvastam a János Vitéz, mert idézett belőle, és nem emlékeztem arra a részre pontosan, tehát ilyen emberekre van szükség a faluba, és akik feladatot adnak a falunak, és ugyanazok, akik teljesítik. Most egy nagyon szép feladat ez, hogy megkeresni ezt az ablakot, de azt gondolom, ez összetartja a falut. És én ezt szeretném, hogy ilyen falu legyen Ditró továbbra is. A karácsonyhoz közeledvén én azt kívánom, hogy minden ditrói családban, minden gyergyóbedencei családban a kis Jézus hozza el a karácsonyfát, és a karácsonyfa alá hozza el a békét, boldogságot, örömet. Ugyanakkor az új évben kívánok mindenkinek kellemes új évet, erőbe, egészségbe. Isten áldjon mindenkit!